Követjük itt a sorokat, följebb megyünk, olyan kerteket nézünk, amelyek már régebben készültek. Mindenfele, amerre nézünk, csak is működő és állandóan termelő rendszereket látunk. Póréhagyma, saláta. Ez is egy zöldségnövény, ez az a kóvi. A levelét eszik. És gondolom itt, hát ők hetente három piacra járnak, és ott adnak el zöldségeket és gyümölcsöket. Itt a kávé, a fasorban a kávé, ez az avokádó, a banán, rengeteg gyümölcs. Gyümölcs és faféle van itt egy sorban. Ez egy régebbi rendszer, ahol, hogy is mondjam, a talajnál levágták a banánt újra és a fát, az eukaliptuszt, ledarálták, vagy csak fölhasították a banán szárai az utakon. Ott is meccés, amit egyszerűen csak hordjuk a talajra a szerves anyagot, és a talaj egyre gazdagabb lesz. Ez valami hihetetlen. És úgy, hogy ezen kívül rendkívül hasznot is termel. Egyfolytában csak szüretelnek. Itt a paradicsom. Tehát itt minden ágyás él, nem csak egy, folyamatosan jönnek ki a növények, ahogy szüretelik, adják el a piacon, és már egy másik növény nő a helyén. Amikor lejárt egy ciklus, tehát ez a 3-4 növény, ami egy-egy ágyásban volt, hát talán inkább 3-1 ágyásban, de az ágyások rendkívül változatosak. Amikor egy-egyet betakarít, megmetszi a fákat, tehát innen levágta az ilyen 5 méteres fákat, már ott nőnek ki újra, hajtanak ki újra. Ledarálta, a földre tette, itt is ágak a földön. És ezek megállás nélkül talajt formálnak. Ez éves, évente legalább 1 cm humuszt jelent. Tehát ez, amit mondanak, hogy minden cm humuszhoz 1000 év kell, ez leginkább az ember viselkedésétől függ. Hát valószínűleg a Szaharában, ha mostantól kezdve semmit nem csinálnának az emberek, be sem tennék a lábukat, valószínűleg 1000 év alatt 1-1 cm talaj termelődne. De emberi, hasznos emberi beavatkozása, ezt itt éves 1 cm-re lehet növelni. Ilyen munkával. A Szaharában nem tudom, ott biztos kéne. Az első pár cm-hez biztos szükség lenne egy 5-10 évre, de utána itt is egy fa, amit csak azért metszett, hogy talajtakaró legyen, a kávé ültetvény. Tehát még egyszer, hogy érthető legyen, nagyjából 4-5-6 méterenként ültet egy fasort, amit folyamatosan metsz, gyümölcsökkel, itt látható, és köztük rendszerint 3-4 zöldséges ágyást. Vannak növények, amelyek már kicsit nagyobb árnyékot igényelnek, hát leginkább a kávé, akkor pedig a fákat úgy metszi, hogy fölöttük legyen egy enyhe árnyék. De ezek ugyanúgy gyümölcsfák és különböző olyan fák, amelyeknek a felhasználása az faanyag lenne. És itt a kávé. Mindez, ami itt a földön a takaró, az mind levelek.
amikor megcsinálja ezt a rendszert, ugyanúgy trágyáz, mint a hagyományos biogazdaságok, tehén trágyával, bazalt porral, akár egy kis méz, és a városból vesz, hogy is mondjam, ilyen fa törmeléket. Mégis a városban, ahogy metszik a fákat, ezt fölaprítják, és ezt veszi, kamionokkal szállítják ide, és ezt használja, amikor először elülteti a zöldségeket, mivel a zöldségek mind igényesek, tehát jó minőségű talajt követelnek, ezért mindent megad a számukra, azért, hogy már első évtől kezdve jövedelmező legyen neki. Mert ha valami nem jövedelmező, akkor ezt nem is hívhatjuk fönntarthatónak. Ha legalább annyit nem jövedelmező, hogy önmagát fenntartsa, akkor nehezen nevezhetnénk fenntartható gazdálkodásnak, akármilyen szempontból is. De az egésznek a lényege, hogy az idő folyamán az összes szerves anyag, amit talajtakaróként szolgál, az mind itt termelődik meg. Ezek által, a fasorok által, amit ő ebben a helyzetben 5-6 méterenként ültet. Ez az ő körülményeihez, képességeihez, ez pont jó. Itt például egy olyan ágyást látunk, ami, hát ahogy elnézem, szerintem egy hete készülhetett, nagyjából hát a saláta nagyságából ítélve. És lássuk, itt van saláta. Na hát, ha beélesít a kamera is. Saláta. Rukkula. Na, ez vagy tök, vagy uborka, vagy... vagy az a cukkini, vagy... Cukkini nem hiszem, az túl közel van. Nem tudom. De aki ért hozzá, az biztos tudja. A következő sorban megint csak ez a kóvi. Ez a kóvi, és rögtön a rukkula mellett. Mivel 30-40 naposan a rukkulát azt hiszem már be lehet takarítani, akkorára ez a zöldség ez pont átveszi a helyét. És már ott nők egy méterenként egy-egy mandiók a gyökér, amely meg a zöldségnek veszi át a helyét később. Tehát itt lehet látni ezek a beszúrt szárak itt, ez lenne a mandióka, ez van egy méterenként. Ez ami nagyjából másfél év, mire betakarítják. De hát ahelyett, hogy csak ezt ültetné, miért ne használja ki az időt, hogy közben zöldségeket termeljen alatta, amíg van elég fény. És már addig is termelő tud lenni a rendszer. Ez itt egy fasor. Így néz ki, amikor elülteti. Tehát itt is úgy látom, póréhagyma a fasorban, egy kávé, ott nő valami, de nem tudom felismerni, de az ott az eukaliptusz, még egy kávé, itt egy banán lehet, ahol ez a fa jelző be van szúrva, még egy eukaliptusz, még egy kávé. És ezek különböző szinteket, különböző időkben fognak elfoglalni a kertben. Itt egy régebbi rendszer. Nem soká be kell fejeznem, mert lejár az idő itt a kamerán. Lássuk, mi van itt. Itt vannak az eukaliptuszfák. Itt egy árnyékos rendszer. Itt már tényleg csak az árnyékot kedvelő növények maradtak. Mint a kávé. Mindenféle kávé. Gyümölcsfák. Avokádó.